Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, a Hunor CZ Szintársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén vagyunk. Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú, mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosít számunkra. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 36 éve él boldog házasságban. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott boldog családi életük legyen. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokba hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számomra fontos, hogy az élet minden területén képes legyen megállni a helyét, és erre mások is képessé váljanak. Erről is meggyőződtem az évek során. Tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Átlagemberként kezdte, és az élet vezette mostani útjára. A 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. A PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Korábban az anyagi területen is sikereket ért el. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között a teremtőjétől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg folyik van a világban? Folyik a világban? Amerre felé haladunk. Ki az, aki nem elégedett? Oké. Mi a gond a jelenlegi helyzettel itt a világban? Az emberek tudatlansága. Önzőség, az emberek tudatlansága, szeretetlenség. Elnyomás növekedése. Etikátlanság. Diktatúra. Na van akkor bőven, nem? És vajon a jó emberek mit tesznek azért, hogy jobb legyen a jövőben? Tehát ugye van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a világban. És nem mintha valami ilyesmit látnak. Tehát nézegettem, nem én szoktam nézegetni a híreket, nejem szokta nézegetni, de ugye nem a, tehát nem a fősodrású médiából, hanem az alternatív médiából nézegeti.
És azért, mit tudom én, lát olyanokat, hogy mit tudom én, most Sydney-t lezárták, ugye ausztrál nagyváros, az új delta vírus, vagy mi a jó Isten miatt. És akkor rögtön ugye mi volt a válaszom? Hát ugye az Ausztrália az a déli féltekén van. Tehát a déli féltekén most van a tél. Tehát természetes dolog, hogy tél elejével elkezdődik valamilyen járvány. Nem csak az északi féltekén, hanem ugyanúgy a déli féltekén is. Csak a déli féltekén jóval kevesebb ember él, mint az északi féltekén. Tehát ami azt jelenti, hogy ott most van körülbelül az, ami nálunk decemberben szokott lenni. Tehát hogyha megnéztétek, ugye nem tudom mennyire néztétek meg, hogy én ennek is utána néztem, nem most, hanem még jól, még az elején utána néztem, hogy de szerintem most is megtaláljátok ezeket az adatokat. Meg lehet nézni, hogy mondjuk 2019-ben, 2018-ban, és akkor így visszafelé menve az években, mondjuk Magyarországon milyen időpontban, időszakban kezdődött mondjuk egy járvány, ugye azt akkor még úgy hívták, hogy influenza járvány, és mikor fejeződött be az influenza járvány, és ezt megnézed, akkor látod, hogy olyan december elején szokott járványszerűen beindulni, és olyan április vége felé, közepe felé szokott befejeződni a járvány. De az nem azt jelenti, hogy megszűnik az influenza szezon, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy azelőtt, mielőtt ez a koronavírus.gov.hu oldal működött, azelőtt az az oldal influenza oldal volt. és gyakorlatilag érdekes módon 12-től, már tavaly március 12-től az koronavírus oldal lett, előtte influenza oldal volt. És attól a naptól az koronavírusos oldal. Tehát hirtelen az oldal meg is változott, anno annak idején, és hogy tudták előre, hogy azt meg kell változtatni? Tehát egyik napról a másikra egy weboldalt nem lehet megváltoztatni. Az csak úgy lehet megváltoztatni, mert egy pár weboldal változtatást csináltam, hiszen weboldalunk van 2005 óta, és arra előre föl kell készülni. Egy weboldal megváltozik, az előre a programozók föl vannak rá készítve, hogy itt változás lesz, nekiállnak, és egyik napról a másikra úgy változik meg, hogy előtte dolgoztak heteket azon, hogy megváltozzon egy oldal. És képzeljétek, 11-én még influenzás oldal volt, 12-én márciusban meg már koronavírusos oldal volt. Hogy? Nem érdekes. Ügyesen, mi? Ügyesen megcsináltak. Csak ez nem tudom, senkinek nem tűnt föl. Furcsa mód. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye hát valamivel az embereket ijeszgetni kell, tudjátok jól, ijeszgették a hidegháborúval, emlékeztek? 50-es évek, 60-as évek, és ez a hidegháborúval ijeszgették egészen ugye a 2000-es évekig valamilyen szinten, tehát mindig volt valami ellenség, nem? Kitalált, vagy az oroszok voltak az ellenség, vagy régen az amerikaiak voltak az ellenség, legalábbis Magyarországon, nem? Azt utána, mit tudom én, rendszerváltás után már más, már mint az arabok is ellenségek lettek, előtte az arabok barátok voltak, hát én emlékszem, hogy olyan helyen voltam katona, ahol lőszereket gyártottak, a katonák gyártottak lőszereket, én éppen nem vettem ebben részt, ami azt jelenti, hogy én a csomagolásba vettem részt, és például hova vittük ezeket a lőszereket? Irakba, mikor én katona voltam. Tehát magyarul akkor még ugye az arabok barátok voltak.
azóta megváltozott ez, ugye, és ahogy éppen úgy kívánja a hatalom, úgy változnak a barátok. A barátok, akik voltak, azok ellenségek lettek, akik ellenségek voltak, azok barátok lettek, nem? Érdekes módon. De ez nem tűnik fel az embereknek, hogy itt valami nem stimmel le mögött. Te nem szoktad így váltogatni a barátaidat, nem? Tehát az emberek általában nem szokták így váltogatni a barátaikat, hogy egyszer a barát az barát, egyszer meg a barát most már ellenség, az ellenség meg barát. Nem. Tehát ami azt jelenti, hogy nézd meg, itt más van az egész mögött. Tehát abnormális dolgok vannak az egész mögött. Csak annyi, azért mondom, hogy gondolkozzatok el azon, hogy ugye itt egy kulcskérdés van, hogy téged, mint embert mennyire tudnak manipulálni. Mire? Mindenre. Amire szeretnék. Arra, hogy vásárolj, arra, hogy hitelt vegyél föl, arra, hogy rossz állapotban legyél, mert minél rosszabb állapotban vagy, annál könnyebben vagy manipulálható. Ezért ugye mindent bevetnek, hogy tehát gondold végig, ha egy ember úgy működik, aki ért ahhoz, hogy hogyan működik az emberi elme, az pontosan tudja, hogy egy nagyon jó állapotú embert nem lehet befolyásolni. Mondom még egyszer, egy nagyon jó állapotú embert nem lehet befolyásolni, ő a saját akarata és saját döntés alapján tevékenykedik. De amint megszűnik ez a nagyon jó állapota, és már kevésbé jó állapotú, onnantól kezdve elindul az, hogy befolyásolható. Befolyásolható, és minél rosszabb állapotú, annál inkább képtelen arra, hogy önálló működést műveljen, annál inkább irányításra szorul, és annál inkább befolyásolhatóvá válik. És most gondold végig, a hatalomnak melyik a jobb, ha az emberek befolyásolhatók, vagy ha nem befolyásolhatók. Tehát mikor fogják azt csinálni az emberek, amit a hatalom akar? Hát nyilván, hogyha be vannak folyásolva, nem? Nyilván, hogyha jó állapotú lenne minden ember, akkor tojnának a hatalomra. Szó szerint. Szó szerint. Oké? Na most, tehát egy olyan világban élünk, ahol az ember, ha nem gondolkodik, simán olyan emberé válik, akivel azt hitetnek el, amit akarnak. Oké? De ez nagyon széles skálán mozog, még akár az önérdekét, tehát az önérdekével ellentétes dologra is rá tudják venni. Na erre meg most az elmúlt másfél évben elég számos példa volt. Tehát elég számos példát lehetett találni. Hogy az önérdekével ellentétes dologra simán rá tudták venni a rossz állapotú embereket. Csak először ugye nyilvánvalóan rossz állapotúvá kellett tenniük őket. Na most mivel lehet a legjobban rossz állapotúvá tenni az embereket? Nagyon egyszerű, meg kell őket félemlíteni. Tehát a megfélemlítés, ez sokáig tudod, hogy működött. Ha megnézel, visszamész a történelembe, háborúkkal működött. Tehát háborúkkal félemlítették meg őket. Tehát ha nem féltek eléggé az emberek, akkor fogták, azt megtámadták egymást, azt majd féltek. Igen, ám csak az elég pusztító. Az azt jelenti, hogy olyanok is elpusztulnak benne, akiket nem akartak, hogy elpusztuljanak, meg elpusztulnak az anyagi javak is. Tehát ezért valami korszerűbb megoldást kellett kitalálni. Ugye, és ezt a múlt században ki is találták, hogy a korszerűbb megoldás az nem a közvetlen meleg háború, tehát forró háború, hanem a hideg háború. Igen, de úgy látszik a hidegháború sem volt elég eredményes, mert a hidegháború, most gondolj bele, ha 20-30 évig azt mondják, hogy megtámad az ellenség és nem támad meg az ellenség, akkor az emberek előbb-utóbb immunissá válnak arra, hogy megtámad, tehát ha eddig 20-30 évig nem támadott meg, akkor miért támadna meg a következő 3 hónapban? Világos ez? Tehát valami új dolgot kellett kitalálni. Kitaláltak?
Kitaláltak új megfélemlítési módszereket? Sőt, olyat találtak ki, ami ugye még inkább úgy működik, hogy kézzel, nem kézzel fogható, tudod? Tehát nem kézzel fogható. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát most gondold végig, voltak háborúk, és a háborúknál lehetett bűnbakokat felhozni, és a bűnbakokat el lehetett ítélni, nem? És még azokat is esetleg el lehetett ítélni, akik kevésbé voltak bűnösök. Na most, és olyankor, amikor vannak idézőjelben bűnösök, akkor ugye lehet tartani attól, hogy a harag rájuk fog terjedni. Na most gondold végig, most kik a bűnbakok? Ja, hát a vírus. A vírus a bűnbak. Érted? Most emberek azok már nem bűnbakok. Tehát a vírus nem lehet elítélni. Ez nem lehet börtönbe zárni. Érted? Meg nem lehet kivégezni, ha nagyon nagy kárt csinál. Érted? Nem úgy, mint az embereket. Gondold végig, hát tök jó. Bárki csinálhat bármit. Akármilyen államfő, akármilyen vezető, érted? Csinált akármit, ráfogják, hogy nem ő csinálta a vírus. Oké? Okay. És akkor az emberek elhiszik, hogy hát tényleg, hát ilyen szerencsétlenek vagyunk, hogy megtámadott minket a vírus. Hát ezzel meg úgyse tudunk csinálni semmit. Hát elítélni nem tudjuk. És akkor mindennek az oka az elmúlt másfél évben kézzelfoghatatlan dolog, nem az emberek, nem, hát a maga a vírus, oké? Okay. Tehát a vírus tönkre vágta a gazdaságot, a vírus megölt sok millió embert, most már az emberek nagy része vírusban hal meg, igaz, hogy előtte mindenféle betegségekben haltak meg, most már nem, most már vírusban halnak meg, hát most már mindent ki lehet találni. És akkor felelős nincs, halálesetekért felelős nincs, az orvosi ellátás hanyagsága miatt felelősség nincs, mert mindenre a vírus terjed ki. Nem számít, hogy hányan halnak meg a kórházokba, addig számított, míg nem volt vírus. Most már nem számít, mert hát a vírus öli meg, nem az emberek. Oké. Tehát most már nem lehet felelősségre vonni az orvosokat, nem lehet felelősségre vonni az egészségügyi dolgozókat, mert hát ők nem tehetnek róla, hát a vírus öl meg mindenkit. Oké. Okay. Tehát nem lehet olyat, mit tudom én, ráfogni bármilyen egészségügyi intézményre, hogy ott kapott el valamilyen betegséget az ember, ezáltal nincs felelőssége annak az egészségügyi intézménynek. Már nincs, mert hát a vírus. Érted? A vírus elrendezte. Tehát gondold végig, azokban az országokban, ahol tényleg volt jogállam, már nincs olyan ország egyébként, de ahol volt jogállam, ott simán, ha bementél egy kórházba, és mondjuk ott kaptál el egy fertőzést, akkor simán, és meghaltál benne, akkor a hozzátartozók azok simán beperelhették a kórházat. És kártérítést követelhettek, érted? Jó, ez Magyarországon nem így volt, mert nekem nem egy ismerősöm ment be úgy, hogy semmi baja nem volt ilyen fertőzés szempontjából, és mégis a kórházban kapott el fertőzést, éppen ezek tüdőgyulladás fertőzések voltak, és gyakorlatilag tüdőgyulladásban haltak meg. Hát itt ugye hiába perelted volna be, mert itt ugye eddig akkor sem volt jogállam, most sem. De például mondjuk ez az USA-ban fordult volna elő régebben, akkor simán beperelték a kórházat, és egy csomó pénzt kaptak azok az életben maradottak, mert hát ugye ott kapta el egy olyan betegséget az illető, amit nem ért túl. Na most már teljesen mindegy, hogy miben hal meg az illető,
simán azt tudják mondani, hogy hát vírusban meghalt, aztán bizonyítsák be, hogy úgy volt, vagy nem úgy volt, mert még főboncolni se lehet őket. Érted? Tehát így jó kis világban élünk, ezt most csak azért mondom el, hogy ugye tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. De hát nem is ez a kérdés itt nálunk, hanem az a kérdés, hogy mit lehet tenni az ilyenfajta dolgokkal szemben. És akkor így kezdés előtt ugye fölmerült az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e olyat csinálni, hogy ehhez kapcsolódóan, mutatom is, jó? Nézzük. Hogy nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Képzéseink vannak. A nagy közönség számára, ahol tudást és képességeket. És természetesen képességekké akkor válik egy tudás, hogyha azt gyakorolják. Ha nincs gyakorlat, az képesség és soha nem fog válni. Melyek által olyan élet és emberismerethez jutnak az emberek, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére. Na, itt van, ehhez kapcsolódó volt a kérdés, hogy vajon a mai világban meg lehet-e oldani azt, hogy az ember ne küzdjön a problémáival. És ugye erre az volt a válaszom, hogy ugye a múltban egy embernek nem sok problémája volt. Az a tudás, ami akkor volt egy embernek, az elég volt ahhoz, hogy azt a párfajta problémát megoldják. Tehát jellemzően például olyan, hogy párkapcsolati gondok nem voltak, mert ha lettek volna, akkor régen is váltak volna az emberek, és elenyésző volt az elválás. Tehát mondjuk 100 párkapcsolatból mondjuk, amelyik ugye házassággal kezdődött, körülbelül egy volt az, amelyik elvált. Egy. Max 2, érted? Na most az elenyésző. Tehát ami azt jelenti, hogy például nem szembesült valaki ilyen problémával, hogy ő szét fog menni és el fog válni. Világos ez? Akkor nem volt olyan, hogy most a, mit tudom én, fölveszek hitelt, és akkor nem tudom törleszteni a hitelt, és akkor most mi lesz? Ilyen probléma sem volt. Érted? Sok más egyéb dolog sem volt. Tehát most olyan problémákról beszélek, amit az emberek egyénileg hoznak létre, és egyénileg oldanak meg, vagy nem oldanak meg. Tehát az azt jelenti, hogy mi az, hogy egyénileg hoznak létre? Hát, hogy amit, hát gondold végig, hát ha két ember összefűzi az életét, és utána elválnak, azt ők hozták létre, mind a kettőt, nem? Azt is, hogy összefűzték az életüket is, meg azt is, hogy elváltak. Tehát ahhoz nem kellett, mit tudom én mondjuk, Amerika, hogy elváljanak, érted? Csak most mondtam valamit. Tehát nem kell egy semmi, mit tudom én, olyan befolyás, amiről azt mondanák, hogy mi nem tehetünk róla, hogy úgy alakult, hogy szétmentünk. Hát ez egyet. Meg ha valaki fölvesz hitelt, és utána nem tudja fizetni, arról sem más tehet, hanem gyakorlatilag ő. Oké? Tehát, de csomó ilyen dolgot lehetne mondani, ami régen nem volt probléma. De, illetve nem sok dolgot lehetne mondani, mert igazából, ha az ember gondolkodik, milyen olyan problémák vannak még, ami régen nem volt. Tehát esetleg olyan, hogy a gyerek csinál ilyen valami dolgot, régen is volt ilyen, csak régen úgy kezelték a gyerekkel kapcsolatos problémát, hogy fiam vagy lányom, elkötöztél, onnantól kezdve a te életed, ha te nem tudod megoldani az életedet, az a te problémád. Azt régen így lekezelték a szülők. Nem vicc, komoly. Simán így lekezelték. Ha ugye volt több testvér, abból egy volt régebben, aki ott maradt a szülőkkel, az összes többi a szétspriccelt. És gyakorlatilag mindenki, aki szétspriccelt, az mindenki így lett elindítva, hogy nyilván kivételek voltak, de az megint körülbelül ugyanaz az elenyésző kivétel,
mint a házasságok szétmenése esetén. Tehát a legtöbb szülő nem foglalkozott azzal, hogy a gyerekével mi lesz, oldja meg a gyereke az életét. Világos, ez nem most arról beszélek. Most már van egy olyan probléma, hogy a gyereknek van egy problémája, akkor az a szülő problémája is. Nem? Tehát magyarul, de az nem a te problémád, legfeljebb abból a szempontból csak, hogy hogy nevelted a gyerekedet. Abból a szempontból a te problémád. Tehát, hogyha ráismersz, jaj, most ugrott be ezzel kapcsolatban. Tehát, magyarul, amikor te a gyereke, a felnőtt gyereked, tehát felnőtt gyerekekről van szó, a felnőtt gyereked problémáját átveszed. Aha, akkor azért veszed át, mert tudod, hogy te elbaltáztad a gyereked nevelését. Aha, most már értem. Értem. Mert ha nem tudnád, hogy nem baltáztad el, akkor nem vennéd fel. Világos? Tehát régen valószínűleg azért nem vették föl, mert ők nem baltázták el a gyerekeik nevelését. Oké? Mert ugye ami nem ingem, azt nem veszem magamra. Ami ingem, abban meg öltözködök. Oké? Tehát, jó, hát akkor most már ugye ezt értjük, ezt a kérdést, hogy miért veszik magukra a gyerekeik problémáját a szülők. Mert elszúrták a gyerek nevelését. Jó, menjünk tovább. Mi olyan probléma van még, ami a jelen világban, amit az emberek létrehoznak, ami plusz ahhoz képest, ami régen volt? Gondolkozzatok. Hát én azt látom, hogy régen is volt olyan, hogy munkahelyi stressz. Figyelj, én a szocializmusban azt láttam, hogy akkor is volt munkahely. Sőt, vidéken ugye a vidéki rokonoknál azt láttam, hogy ott is a legtöbb az, ha más nem a TS-ben dolgozott, de az is munkahely volt. És akkor is volt főnökük, akkor is lehetett beosztottjuk esetleg, akikkel gondok, bajok voltak, de valahogy mintha lazábban működött volna ez a dolog. De miért működött lazábban? Tehát a munkahelyi stressz miért működött lazábban? Hát most sokkal jobb állapotúak voltak. Hát ilyen egyszerű. Hát figyeld, egy sokkal jobb állapotú embert éri egy stressz, mondhatjuk azt, hogy lepereg róla. Világos ez? Na most egy eleve olyan embert érinti a stressz, amelyik rossz állapotú, persze, hogy nem pereg le róla. Világos ez? Tehát nem mondanánk, hogy ez új dolog, mert ha erről beszélnénk az 50-es vagy 60-as években, akkor mondhatnánk, hogy új dolog, mert előtte ugye a lakosság nagy része az nem alkalmazottként élt, hanem vállalkozóként. De az 50-es, 60-as évektől beindult az alkalmazotti lét, és én már úgy voltam gyerek 60-70-es években, hogy azt láttam, hogy a szüleim is alkalmazottak, és az összes rokonom gyakorlatilag alkalmazott volt, kivétel nélkül, egy olyan rokonom se volt, aki vállalkozó lett volna. Oké? Tehát nem mondanám, hogy nekik más sabb helyzetük volt, mint vagy a mostaniaknak másabb helyzetük volt lenne, mint akkor volt. Akkor is kellett dolgozni, most is kell dolgozni. Jó? Egy nagy különbség van. Sokkal jobb állapotúak voltak az emberek. Honnan tudom? Hát figyelj, nekem azt mondja, hogy 70... Hánytól? 76? 74-től volt magnóm. 74-től. Hordozható, hordozható, ami azt jelenti, hogy hordoztam magammal, és apuval felvételeket csináltunk a családi összejövetelekről. És azok a felvételek még mindig megvannak, csak úgy mondanám, kazettás. Akkor még ugye az első ilyen magnó Magyarországon az MK25 volt, ha valaki emlékszik rá. Oké? Okay? Na, olyan volt az első magnó, nem egy tartós készülék volt, elég hamar le kellett cserélni.
Na mindegy, nem is az a lényeg, de lehetett vele felvételeket készíteni. Na most azért, mint a 74, az még azért nem mostanában volt. És 74-ben ugye a rokonok mindenki alkalmazott, és attól függetlenül tök jó állapotú, és a felvételek ott mindig olyan emberekről készült, amelyik hallani, hogy tök jó állapotúak, érted? És mondom, megvannak ezek a felvételek. Tehát 74-től végig csináltunk ilyen családi felvételeket egészen a 90-es évek elejéig, úgy durván 80-as évek végéig. És azok megvannak még mindig, és működik, azt mondták, hogy a kazettákra el fog tűnni. Nem tűnt el, még mindig ott vannak. Bár annak egy jó részét már digitalizáltuk. No szóval a lényeg az, hogy gondold végig, tehát nem mondhatnánk, hogy a munkahely az különbség lenne. Akkor mi az, ami több probléma? Mi az, ami több probléma? Tehát nem az igény, tehát azt mondjuk, ami több probléma. Tehát ami a mai világban több probléma, amit te hoztál létre, tehát a családok hoznak létre, az emberek hoznak létre, maguk, és több probléma. Ne olyat mondjál, amit nem te hozol létre, olyat, amit ti hoztok létre. Tehát te vagy a férjed, oké? Vagy a gyereked, ha még kiskorú. Hát én nekem hirtelen nem jut eszembe több a hitel, nem? Meg mi volt a másik? Előtte mit mondtam? Válás. Ja, válás, igen. Válás, hitel. Idő az volt régen is, most is van. Tehát régen is meg kellett osztani az időt. Most is az, hogy rosszul csinálják, az egy dolog. De az, ami nem volt régen, és most az lett. Érted? Tehát olyat. Tehát gyakorlatilag, ha jobban végignézzük, nem sokkal több közvetlen problémánk van, mint ezelőtt 40-50 évvel. Oké? Tehát a hitel meg a válások. Ez a kettő. Na most várjál, de jött egy következő, amit viszont nem te hozol létre. Tudod mi? Hát amit gyakorlatilag, na most ugye szó volt róla, hogy tudom, szomszéd problémája. Na most régen is voltak szomszédok. Érted? Régen is vagy foglalkoztak a szomszéddal, vagy le se sajnálták oké? A szomszédot, nem? Tehát abban sincs ugyanúgy különbség, mint mondjuk a munkahelyben. Tehát nincs. Tehát van két, találtunk két plusz dolgot, kettőt. Tehát a hiteleket, a hitelből származó problémát, meg találtunk ugye a vállásokból származó problémát. Az összes többi, az nem, tehát nem olyan, amit nem tudtak volna régen megoldani. Jó, hogy most a jelenben nem oldják meg, az egy dolog. De ha régen meg tudták oldani, akkor gyakorlatilag most is meg tudnák oldani, nem? Ha nagyon akarnák. Persze nem tudják megoldani, mert rossz állapotúak, de a jó állapotban lennének, meg tudnák oldani. Most akkor mi van még ezen felül probléma? Tehát csak azért, mert én is hallottam olyan dolgokat, mint valószínűleg ti is, hogy hát régen volt egy-két-három problémája az embernek, és akkor azt megoldották az emberek simán, most meg annyi problémájuk van, hogy persze, hogy nem tudják megoldani. Mert arra képes az ember, hogy egy-két-három problémát megoldjon, de 5-6-7-8-10 akárhány problémát már nem tud megoldani. Tehát gyakorlatilag, ha jobban végig gondolom, most hirtelen nem tudjuk összehozni azt, hogy milyen plusz problémákat hozunk még létre azokon kívül, ami régen nem volt. Na most, tehát magyarul akkor mégis az embereknek sokkal több problémájuk van, nem? Na most akkor azt nem az emberek hozzák létre, hanem vajon honnan ismerik meg azokat a problémákat, amihez semmi közünk. Majd mihez van közünk? Ahhoz a problémához van közünk, amit mi hozunk létre. Mert amit mi hozunk létre, azt tudunk megoldani.
amit nem te hoztál létre, azt nem tudod megoldani. Ugyanúgy ez a probléma, ha a gyereked problémáját átveszed, a gyereked problémáját, mivel nem te hoztad létre, ezért nem tudod megoldani. Világos ez? Tehát kinek kell megoldani? Gyerekednek. Most felnőtt gyerekről beszélek, tehát nem kiskorúról beszélek, mert a kiskor problémája az a te problémád. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. Mégis az emberek tele vannak problémával, és beszélgetsz valakivel, már is a problémákat hozza föl. És tudod, mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hogy kiktől? Na most akkor nézzük, inkább kérdezem. Kiktől hallod a problémákat elsősorban? A szomszédtól? Nem. Honnan? A médiától. Éppen mondtad az imént, hogy telefon. De a telefonban média van, basszus kulcs. Nem? Tehát te nézed a telefont, nézed benne a problémákat, nézed a számítógéped, és azon interneten keresztül mész, ugye látod a problémákat. Bekapcsolod a tévét, az is nyomja a problémákat. Nem? Na most onnantól kezdve egy csomó problémát eléd raknak. Nem? De azt nem te hoztad létre azokat a problémákat. Tehát mit tudom én most, hogy Ausztráliában lezárták Sydney-t, azt te hoztad létre? Mi között hozzá? Ennyi se. Világos ez? Ha csak éppen nem Sydney-be szeretné utazni. De hát akkor azt mondod, hogy elhalasztod, kész, ennyi. Majd utazza akkor, mikor nem lesz probléma. Na, de egyébként hány embert érinthet az világban ez a Sydney-nek a problémája? Hát az ott élőket, de azon kívül. Hát még pár ezret, vagy pár tízezret. És hány milliárdan vagyunk? És neked mi között hozzá? Semmi. Jó, vagy például nézzünk bármilyen mást, olyan dolgot. Érted? Most csak mondok egy egyszerű dolgot. Azt mondják, hogy meghaltak ennyien, mit tudom én, valamilyen vírus következtében. Te meghaltál? Nem. Akkor mi között hozzá? Mi között hozzá? Ja, hogy hát csináljuk azt, hogy vigyázzunk másokra. Hát vigyázzon mindenki saját magára, mi? Nem? Hát figyeld, én azt tanultam gyerekkoromban, hogy a szüleim vigyázzanak rám, nem? De nem mondták a szüleimnek, hogy vigyázzon a másik gyerekre is. Érted? Vagy mondták, neked mondták? Hát a másik gyerekre vigyázzon az ő szüleje, nem? Persze, amit mi mondjuk, az a másik gyerek nálunk volt, az egy más helyzet. De most figyelj, te bemész egy áruházba, neked az a legfontosabb dolgod, akkor elmebeteg vagy, hogy vigyázz a másik egészségére. Akkor te egy ilyen budjant hülye vagy. Erre csak azt tudom mondani. Hát miért? Neked volt a dolgod felnőttként, hogy a, mit tudom én, a gyereked barátjának az egészségére te vigyázz. Mikor te voltál gyerek, akkor a barátod szülei vigyáztak a te egészségedre. Pedig azok a barátaid szülei, érted? Nem vadidegen emberek. Hát leszarom, mi van a vadidegen emberekkel, érted? Hát kit érdekel? Hát vigyázzon mindenki magára, nem? Hát nem gyerekek. Világos ez? Hát nem gyerekek, hogy vigyázni kell rájuk. Hát valaki nem vigyáz magára, így járt, ennyi. Oké. Átestünk úgy a teszten, amit ugye mindenki, meg kivételén, én nem mentem el tesztelni magam, direkt nem mentem el, elmentek tesztelni magukat, ugye a vértesztből megállapították, hogy mindenki átesett az egész család, ugye meg sőt még egy srác is, tehát hetünkből hatnál megállapít, mondom én nem csináltam meg ezt a tesztet, tehát, de én is ugyanúgy
jártam volna, csak mások nem csináltattam meg. De 7 emberből, beleértve engem is, mivel én nem csináltattam meg, tehát 6 ember tesztjéből 6 megkapta, hogy átesett a vírusom. Érted? És hát senki nem volt nagyon beteg. Senki. A 6 emberből volt, amelyik azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy mikor voltam beteg. És úgy képződött benne ellenanyag a vírusra szemben. Érted? Mit tudom én, és akkor ezt mondta, eszembe jutott, 2 köhintettem egyszer. Érted? Átesett rajta. Én is, ha megnézzük, hogy estem át rajta, úgy estem át rajta, hogy egy napig volt 37,2 hőemelkedésem. Egy napig. Utána volt ilyen 36,7-8. Na az nálam már magas, mert 36 fokos a hőmérsékletem. És emiatt, hogy ilyen magas volt a, nem volt hőemelkedésem, de magas volt a hőmérsékletem, hozzám képest magas, így ezáltal fáradékonyabb voltam. Egy-két hétig volt ez. És így estem, tök jó volt, mert kipihentem magam. Tehát még jól is jött. Tehát az azt jelenti, hogy akkor nem, mit tudom én, napi szinten nem 6-7 órát aludtam, mert körülbelül annyit szoktam aludni, hanem megaludtam a 8-at akkor. Érted? De most egy-két hétig ilyen 8 órákat aludtam. Tehát tök jó kipihentem magam. Na most, és így átestünk ezen a dolgon, érted? És akkor megnézem a családot, itt tudom én, ilyen hőemelkedés vagy náthánál több senkinek nem volt, és mindenkinek meg lett az ellenanyaga. Érted? Ja, és ettől féltsem az embereket. Ja, hogy vigyázzak olyanra, hogy ezt ilyet ne kapjanak el. Hát vigyázzanak maguk. Érted? Hát vigyázzanak maguk. Tehát gondold végig, hányszor láttál olyat, hogy mikor nem volt még kötelező a maszk használat, csak javasolt, érted, akkor rossz szemmel néztek rád, mert nem volt rajtad maszk. Érted? Hányszor láttál ilyet? Jó, te lehet, hogy olyan eminens voltál, hogy rögtön első pillanattól maszkot hordtál, de az a te dolgod. Én nem voltam ilyen emirenség, én csak onnantól, hogy mikor kötelezővé tették, ahol kötelező volt, ott. Jó, tehát, és rossz szemmel néznek, és kit érdekelt, hogy rossz szemmel néznek rám? Még olyan is volt, hogy valaki rám szólt, érted? És akkor mondtam, hogy édes anyukája otthon, annak szóljon. Ennyi. Oké? Tehát, lényeg az, hogy gondold végig, mit érdekel az minket, hogy másnak milyen problémája van, ha az nem családtagod. Hát ha érdekel, hát az életed soha nem lesz normális. Soha. Érted? Te olyan problémákat is fölveszel, ami az ég adta világon semmi között nincs. Érted? Olyan problémákat is fölveszel. És minél több problémát fölveszel, annál ócskább életed lesz. Ennyi. Oké? Na most azt, hogy hogyan old meg ezeket a dolgokat, most nem mondom el. Jó? Miért nem mondom el? Mert az már módszer. Módszereket meg nem mondom. Na erre az előadásairól szokták mondani időnként, hogy milyen nagyképű ez a szedlacsi. Miért nagyképűség az, hogyha az ember azzal foglalkozik, amihez köze van? Az miért nagyképűség? Hát ha az ember jól akarja élni az életét, akkor azzal kell foglalkozni, amihez köze van. És amihez nincs közed, az hagyd a francba. Érted?
Most gondold végig, mit tudom én, látsz az utcán egy járókelőt, kit érdekel, hogy mi van vele? Érdekelje őt a párja, hogy mi van vele, érdekel, vagy a szülei, vagy akárki, kit érdekel, hogy mi van vele? Nem tök mindegy? Nekem az is tök mindegy, hogy valaki meddig él, akit nem ismerek. Érted? Felőlem hónap meghalhat. És akkor mi van? Kit érdekel? Oké? Hát valamikor az embernek meg kell halnia, nem? És nézd meg a világban, hányan fognak hónap meghalni? És akkor mindenki is megsiratsz, aki hónap meghal? Vagy hogy van? Oké? És kit érdekel, hogy a statisztika azt mondja, hogy hát tudom, most ennyien haltak, meg egy évre rá, meg mit tudom még kétszer annyi, és kit érdekel? Miért nem vigyáztak jobban magukra? Nem? Vagy miért nem élték úgy az életüket, hogy ne haljanak meg? Tehát az, hogy valaki meghal, az nem az állam felelőssége, de nem is a szomszédé. Hát az enyém meg aztán végképp nem, de a tiéd se. Világos ez? Tehát csak azért, hogy rendbe rakjuk ezeket a kérdéseket. Ja, hát mert nem vagyok együttérző, nem is leszek. Az együttérzés tudod hol van? A félelem alatt. Már hülye leszek ez együttérző lenni. Érted? Hát legyen az a együttérző, aki a félelem szintjén van. Oké? Már annak könnyű, mert csak egy picit megy lejjebb a hangulat, és már is együttérző. Én nem együttérző tudok lenni, nem is leszek sose. Hát én megtanultam azt, hogy hogyan legyen az ember empatikus. És teljesen más az empátia, meg teljesen más az együttérzés. Köze nincs a kettőnek egymáshoz. Tehát amikor az ember empatikus, akkor nem megy le a hangulata. Amikor együttérző, akkor lemegy az együttérzés szintjére. Oké? Na most ezt hogy lehet megtanulni? Hát tanuld meg máshol, ha tudod. Oké? Mondom, tanuld meg máshol, ha tudod. Hát hol lehet megtanulni? Na nyílt akadémia kócsképzéseim. Meg lehet tanulni. Hála Istennek, itt van egy közösség is, de te is létrehozhatsz közösséget. Miért? Azért, hogy megtapasztalj közvetve olyan dolgokat is, amit hála Istennek neked nem kell megélned. Érted? Most gondold végig, ha most tételezzük fel, ugye van egy családod, van egy baráti, ismeretségi köröd, vannak olyan emberek, akikkel sűrűn kommunikálsz, vajon ezeknek a száma, akikkel sűrűn kommunikálsz, mennyi? 10-20 fő? Beleértve a családodat is természetesen. Hát körülbelül ennyi, nem? Hát több valószínűleg nem. Persze lehetnek valakik, de az ritka. Na most, ami azt jelenti, hogy mondjuk megél ez a rajtad kívüli 10-20 ember problémákat. Nyilván, ha a párod megél, az a te problémád is. Tehát megélnek problémákat, és azokból a problémákból jelen pillanatban mit tanulsz? Hát annyit, hogy elpanaszolják neked, te meg sokat nem tudsz rá válaszolni, nem? Ha csak már nem tanulsz itt egy jó ideje. Mert hogyha például nekem elpanaszol valaki bármilyen problémát, bármilyen, rögtön tudom, hogy miért kapta a problémát. Mondjuk 3 percen belül. Érted? Na most, régen ez persze nem így volt. Ha valaki elpanaszolt egy problémát, akkor azt mondtam, hogy jaj, szegény, elkezdtem sajnálni, a sajnálás az az együttérzés szintje, de lecsúsztam.
Nem tudom, ha valakit sajnálsz, azzal rajta mennyit segítesz? Mire megy a sajnálatoddal? Mire megy az együttérzésre? Jaj, hát én úgy együttérzek veled. Mire megy vele? Hát annyira ment, hogy neki kicsivel több lesz az energiája, neked meg kevesebb. Hát ennyire ment. Érted? Addig, ameddig együtt vagytok. Utána ezt visszazuhan arra a szintre, ami volt. Na most gondold végig, egy olyan világot élünk, ahol megnézed, másfél éve elkezdtek növekedni a problémák. Addig se volt kevés, most még több. De ezt nem te hozod létre, hanem neked létrehoznak problémákat, nem? Például, mint az probléma volt, hogy maszkkal kellett menni ide-oda, nem? Nekem erre is volt megoldásom egyébként. Volt rajta maszk, de olyan maszk, ami szellőzik. Ha nem fullad meg tőle az ember. Ja, a többi meg hadd fuldokoljon, hát kit érdekel? Ez az ő baja. Na most gondold végig, ha mindenki olyan maszk lett volna, ami már rendesen kap levegőt, akkor az lett volna természetes, nem? De hát ha nekik az volt a jó, hogy fuldokoljanak, hát fuldokoljanak alatta. Sőt, ugye olyan maszk is van, amit akár ilyen melegbe is lehetne hordani, és nem izzadsz be alatta. Érted? De hát a legtöbb ember nem ilyen maszkot hord, hanem olyat, ami fölvesz, azt úgy beizzad alatta, hogy ihaj, meg csuhaj. Főleg, ha nem légkondis az a helyiség, ahova bemegy. Jó, de hát most ugye belazítás van, még nem tudom, mert gondoltam, elolvasom a képzés előtt az új jogszabályokat, hogy megjelentek-e már, még, de nem volt ráérkezésem, majd mindegy, majd megnézem. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy persze lazítások, ugye mit mondtam tavaly, hogy fog ez működni? Már tavaly tavasszal. Azt mondtam, hogy így fog működni. Lesznek lazítások, meg szigorítások, lazítások, meg szigorítások. De összességében ez így fog működni. Tehát a szigorítás az rosszabb lesz. Na, az idei szigorítások rosszabbak voltak, mint tavaly. Előre megmondtam. És ha te azt gondolod, hogy ez javulni fog a jövőben, akkor óriási tévedésben élsz. És tudod, miért nem fog javulni? Mert a lakosság olyan tudatlan, hogy a lakossággal meg tudják ezt csinálni. Érted? Sőt, a lakosság kéri a szigorítást. Tehát ennyire tudatlan. Tehát erre én csak azt mondanám, hogy ez már az elmebetegség tudatlansága, érted? Tehát már ez egyenértékű az elmebetegséggel. Tehát, hogy az emberek olyat akarnak, ami nekik rossz. Hát jó, hát ugye a tervezetekben olyanok vannak, hogy mit tudom én, hogy az emberek maguk kérjék a szabadság jogaik korlátozását. Ezt én már ezelőtt 20 évvel olvastam ilyet, hogy ide fog jutni a világ meg az emberiség 20 évvel ezelőtt, érted? Hogy az emberek saját maguk kérik a szabadság jogaik korlátozását. A biztonságuk érdekében, de ez is benne volt, a biztonságuk, nehogy meghalljanak, érted? Most a biztonságuk érdekében korlátozást kérnek. Ha mindenki tiltakozna a szabadság joguk megnyírbálása véget, akkor biztos, hogy nem vezetnék be. Csak az emberek annyira tudatlanok, hogy simán elhitették velük azt, ami nincs, vagy ami nem úgy van. Érted? Tehát a nincset is, meg a nem úgy van is elhitetik. Jó? Na most, tehát akkor nézzük gyorsan, hogy nem ezért hoztam létre az egész szervezetet anno annak idején, hogy ilyen cél érdekében, hogy majd mit tudom én, ilyen mizéria lesz, nekem ez nem pandémia, hanem mizéria, hogy ilyen mizéria lesz, mint ami most van az elmúlt másfél évben. Én nem ezért hoztam létre. Én azért hoztam létre, hogy az embereket fejlesszem. Ez volt az alap dolog, az emberek fejlesztése. Na most. De közben kiderült, hogy az kevés, hogy az embereket fejlesszük, mert valamilyen cél érdekében kell fejleszteni az embereket.
És mi ez a cél? Ez egy átmeneti időszak, ez a cél. Ez a cél pedig az, hogy legyen egy új korszakunk, egy elnyomástól mentes korszak, ez pedig az aranykor, aminek 2035-re meg kell következni. Ezt nem én mondom, ezt a fentiek, hogy 2035-re aranykornak kell lenni a bolygón, a bolygón, oké? Ez egy átmeneti időszak, a földi létforma és a magasabb rendű létforma között. Tehát még emberi mi voltunkban éljük meg az aranykort, vagy kellene megélnünk az aranykort. Erre azt mondják egyes spirituális emberek, hogy már aranykor van. Erre csak azt tudnám mondani, hogy anyád. Nem tudok mást mondani. Jó? És akkor most szépen fogalmaztam. Finoman. Jó? De spirituális emberek mondják. Egyesek. Hál' Istennek nem a többség, csak egyesek. Jó, tehát lényeg, hogy ha nem lenne aranykor, akkor úgy, ahogy van, bolygostul törölnek minket. Tehát magyarul akkor föld sem lesz. Jó? Ez nem az ujjamból szoptam, hanem ezt üzenetként küldtek. Világos ez? Na most, onnantól kezdve megnézzük, nincs fontosabb dolog ezen a bolygón, mint hogy törekedjünk arra, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Ennél fontosabb nincs. Miért? Mert itt nem arról van szó, hogy ki marad vagy ki nincs, ki nem marad, érted? Nem az van, hogy a vírus kit tizedel meg vagy nem. Itt arról szól a történet, hogy a fentiek eltökéltek abban, hogy 2035-ig, ha itt nem lesz aranykor, akkor úgy, ahogy van, törlik az egész bolygót. És mi lesz a lelkekkel? A lelkeket meg összefogdossák, azt viszik egy másik bolygóra, jó? Ami készen van. De nem ez a lényeg, hanem persze előtte lesznek, akiket kimentenek, akik megérdemlik. De mi az a megérdemlés? Csak hogy tisztába tegyük. Két ártó tett van alapvetően, jó? Ártó tett, amivel ténylegesen ártást követsz el. Oké? Magaddal vagy másokkal szemben. A másik típusú ártótett, amikor nem teszel meg olyan dolgokat, amit megtehetnél. Például mi az, ami most ártótett leginkább? A leginkább ezen a bolygón tudod, mi az ártótett? Egy, hogy az emberek nem fejlődnek. Pedig ezt mindenki megtehetné. Kivétel nélkül. Világos ez? Hogy lehet fejlődni? Úgy, hogy az ember és az élet működésével a tudását gyarapítja. Világos ez? Méghozzá ennek folyamatosnak kell lenni. Tehát ezt az ártó tettet a bolygó nagy része elköveti. Nem tanul olyan dolgokról, ami az ember és az élet működésével kapcsolatos. Tehát ez ártó tett, mert mulasztás. Ezért vagyunk itt a bolygón, hogy ne csak megéljünk dolgokat, hanem fejlődjünk. Világos ez? Hát basszus kulcs, képzeld el, ahhoz képest, ahogy leszülettél, honnan tudod, hogy milyen lelki szinten születtél-e? Meg lehet állapítani. Tehát meg lehet állapítani, milyen lelki szinten, tanítjuk ezt, tanítom ezt, meg tudod állapítani, milyen lelki szintre születtél. Ahhoz képest, megmutatom, mi az, hogy lelki szintek. Tehát ahhoz képest a legtöbb ember, itt vannak a lelki szintek mindjárt, itt vannak. Ahhoz képest nem fejlődött, hanem visszafejlődött. A leszületéséhez képesti lelki szinten, szinthez képest visszafejlődött. Főleg most az elmúlt időszakban. Ez egyértelműen látszik. Na most, ami azt jelenti, hogy azért születtünk, hogy ezen menjünk, haladjunk fölfele, érted? Ehhez képest a legtöbb ember visszafejlődött. Tehát minden embernél meg lehet állapítani, hogy milyen lelki szintre született. Jó? Méghozzá úgy, hogy nyilván az ő elbeszélése alapján. Nézzük tovább. Tehát visszafejlődtek. Tehát egy ember, amelyiknek fejlődés van előírva, a lelke úgy született le, hogy tudta, hogy milyen szinten van, és
milyen szintre kellene fejlődni, ehhez képest visszafejlődött, tehát hagyta, hogy visszafejlődjön. Hát ez eléggé nagy mulasztás, gondold végig. Na most, akkor egyik tehát az, hogy fejlődjünk, másik az, hogyha az ember fejlődik, akkor képessé válik arra, hogy másoknak segítsen a fejlődésben. Nyilván annak nem tud segíteni a fejlődésben, aki nálánál magasabb szinten van. De annál közvetlenül nem tud. Közvetve tud, csak közvetlenül nem. Tehát nyilván azoknak tud valaki segíteni, aki nálánál alacsonyabb szinten van. Mármint lelki szinten. Világos ez? Tehát közvetve hogy lehet segíteni egy, akár egy magasabb szintű? Az, hogy aki magasabb szinten van, tanul abból, amit te hibázol. Ennyire egyszerű. Oké, ez a közvetett segítség. Oké, a közvetlen segítség pedig az, hogy egyszerűen látod az ő helyzetét, és képes vagy arra, ha kéri, tanácsokat adsz neki, meg módszereket adsz neki. Világos ez? Jó? Tehát a legtöbb embernek ugye van az, hogy nem fejlődik, visszafejlődik. Közbe fejlődnie kellene, és amellett, amikor fejlődik az ember, segíteni kellene másoknak is abban, hogy fejlődjön. Az is egy mulasztás, hogy aki már fejlődött, nem segít másoknak. Pedig megtehetné. Tehát mit tudom én, mondjuk itt tanulsz 4 éve, csak most mondtam valamit, és már sokkal, de sokkal előrébb jársz tudásban, mint azok, akik még mondjuk most kezdik, vagy most kezdenék, de te nem foglalkozol azzal, akik most kezdenék. Érted? Ez mulasztás, úgy hívják. Jó? Ugye, és a tehát közvetlen ártótettekről, ahol ténylegesen az ember árt, hibázásból, mert nyilván a legtöbb ember azért árt másoknak, mert hibázik, tehát tudatlanságból hibázik, mondom, tudatlanságból hibázik. Tehát az ember úgy működik, hogy minél több tudása van, annál kevesebbet hibázik. Ez egyértelmű. Jó? Tehát, de az a hibázás, ahol ugye közvetlenül úgy ártunk, hogy hibázásból ártunk, az egy cselekvés. Tehát az is egy cselekvés, hogyha például olyan szavakat használsz egy másik emberrel szemben, amit nem szeretnéd, ha neked mondanának. Oké? Tehát az is egy cselekvés, mert a beszéd is egy cselekvés. Jó? Hát még azt mondanám, hogy az is hibázás, hogyha olyat gondolsz egy konkrét személlyel kapcsolatosan, olyan dolgokról gondol, tehát olyan jut eszedbe, olyan gondolatok támadnak benned, ami ártalmas. Még ez is ártótett. Oké, pedig csak gondolatokról beszéltem, ki nem mondott gondolatokról. Még az is ártalmas. Jó, tehát ezt meg kellene tanulni, hogy mit csináljon ezzel kapcsolatban az ember. No szóval, itt vagyunk, és arra vagyunk hivatottak, hogy ezen a bolygón minél több embert bevigyünk az aranykorba. Az aranykor itt valósul meg a bolygón, és legkésőbb 2035. Tehát ha előbb, az jó. Legkésőbb 2035. Az azt jelenti, hogy elnyomásmentes korszak. Tehát az emberiség dinamikusan nem tud fejlődni addig, míg elnyomás van. Sőt, nem csak az emberiség nem tud, hanem az egyén se. Tehát ezért az egyénnek el kell azt érni a saját életében, hogy az elnyomástól minél jobban elvonja magát. Világos ez? Tehát kétféle elnyomás van, ez egy kis képzés. Egyik olyan elnyomás, ahol elnyomó okozza az elnyomást. Másik az olyan elnyomás, amikor elnyomott okozza az elnyomást. Tehát kétféle. Jó? Tehát az elnyomottak jóval többen vannak, mint az elnyomók. Konkrétan a bolygó 20%-a elnyomó,
és 80%-a pedig nem, hanem a szociális ember. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik ember kifejezetten elnyomó, és az ötből négy az pedig, amikor elnyom, akkor azért nyom el, mert elnyomták az elnyomók. Világos ez? Vagy éppen egy másik elnyomót nyomta el, mert simán meg lehet azt csinálni, hogy egy elnyomó elnyom egy elnyomottat, egy szociális embert, azt tovább nyom egy szociális embert, azt tovább nyom egy szociális embert, azt tovább egy szociális embert. Világos ez? Sajnos. Tehát ami annyit jelent, hogy azok az emberek, akik elnyomottak egy olyan környezetben, ahol megszűnik az elnyomás, akkor nem nyomják, nem adják tovább az elnyomást. Világos ez? Tehát ahol megszűnnek az elnyomók, nem adják tovább az elnyomást. Tehát amikor, bármikor az életben, ugye akik itt tanulnak, azt tudom, hogy szociális emberek. Bármikor elnyomoskodtál életedben, tudni, hogy azért elnyomoskodtál, mert elnyomást kaptál. Világos ez? Tehát magadtól te nem elnyomoskodtál volna. Annak is többféle formája van, mert ugyanis amikor egy szociális ember elnyomoskodik, akkor három forrásból tud elnyomoskodni. Vagy úgy, hogy rögtön, ott közvetlenül valamikor előtte elnyomták, vagy valamikor az életében elnyomták, oké? Vagy egy olyan helyzet volt, aminek a hatására, tehát a múltban volt egy olyan helyzet, aminek egyszerűen nem tudja, nem tud különbséget tenni, annak a hatása miatt nem tud különbséget tenni a jelen és a múlt között. Tehát az azt jelenti, hogy még tudatosan sem tud különbséget tenni. Tehát ez a harmadik típus. Jó? Na ez a ritka, hála Istennek, nem ez a sűrű, hanem az a sűrű, amikor közvetlenül valakit előtte elnyomtak, és erre ő elnyomoskodik, vagy valamikor a múltban elnyomták, és ennek a hatására van egy jelenbéli helyzet, és ő elkezd úgy cselekedni, mint ahogy vele tették anno annak idején. Jó? Tehát ez a elsősorban ez a két elnyomás, ami miatt elnyomoskodnak a szociális emberek. Tehát hogyha az elnyomás megszűnik, akkor gyakorlatilag a bolygónak a jó része úgy elnyomoskodik, szociális emberek úgy elnyomoskodnak, hogy nemrég elnyomták, és ennek hatására elnyomó fogja és elnyomoskodik. Ezáltal, ha ez megszűnik, akkor egy csomó ember már nem is elnyomoskodik. Utána a másik fajta, rengeteg ember megint csak, aki egyszerűen egy hasonló helyzetben elkezd elnyomoskodni. A hasonló helyzet azt jelenti, hogy amikor őt elnyomás érte. És egy hasonló helyzetben van a jelenben, és akkor ennek hatására ő elnyomoskodik. Na most ugye ez a nehezebb is eset, mert itt az embernek rá kell arra jönni, hogy miből indul ki ez az egész ilyenfajta működése. Oké? Tehát itt nem tudod kiiktatni az elnyomót, mert egyszerűen bekattansz. Ehhez komoly tudás kell, hogy az ember kiszedje ezeket a működéseket. Na most a legtöbb ember képes arra, hogy a múltban elnyomták, és egyszerűen egy jelenbéli hasonló helyzetben egyszerűen bekattan és azt csinálja. Jó? Tehát ő továbbadja az elnyomást. Pedig nem most kapta, nem mondjuk 40 évvel ezelőtt. Csak most mondtam valamit. Érted? Na most, ha az ember ezt nem ismeri föl, nincs rá tudása, akkor nem tudja kiiktatni. Tehát ez egy nagyobb feladat. Most gondolj bele, ezt az embereknek meg kell tanulni, és minden emberben valamilyen szinten van ilyen, hogy több-kevesebb, hogy a múltban elnyomtak, mondjuk gyerekkorban, és egy hasonló helyzetben egyszerűen úgy reagálsz, mint ahogy elnyomtak. Világos ez? Na most, tehát ezt meg kell tanulni, és ki kell iktatni, ezt mindenki meg tudja maga csinálni, bár ugye vannak olyan tanítások, hogy nem lehet ezt megcsinálni, azért nyilvánvalóan, mert pénzt kérhetnek érte.
Érted? Tehát, hogy ne csináld meg magad. Azt mondják, hogy nem tudod magad megcsinálni, de meg tudod magad csinálni. Ha van erre technológiád, meg tudod csinálni, és ezt a technológiát ugye innen meg tudod szerezni tőlünk. Jó, tehát de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol aranykornak kell lenni hamarosan. Erre van egy ilyen kiválasztódás időszaka 2026-ig gyakorlatilag, tehát már inkább úgy mondanám, hogy 2025 év végéig, tehát már nem sok van hátra, kiválasztódik, hogy nagy valószínűséggel ki kerülhet be, vagy ki nem kerülhet be az aranykorba. És hát én úgy gondolom, hogy azt lehet azt mondani, hogy de hát a Szedlacsik Miklós az hülyeségeket beszél, nem lesz ilyen, megy minden tovább úgy, ahogy eddig, nem lesz itt ilyen aranykor kérdés, az emberiség majd halad tovább, mint amit a média mond, tudod, hogy mi lesz 25 év múlva, 30 év múlva, stb. Stb. Oké? Erre csak azt mondom, hogy most gondold végig, melyik a jobb? Ha van a, tehát hogyha netántán nem lenne így, én tudom, hogy mi lesz, de csak tehát neked mondom, aki nem hisz abban, hogy ez hogy fog működni a jövőben. Jó? Nem hisz abban, hogy mit tudom, aranykor lesz, meg stb., meg hogy megy tovább, ő abban hisz, hogy megy tovább majd az emberiség ebben a formában, ahogy megy jelenleg. Én azt mondom, hogy higgy abban, jó? De akkor is gondold végig neked, melyik a jobb, hogyha az élet és az ember működésével van tudásod, vagy nincs. Ennyi. Jó? Tehát melyikkel tudsz könnyebben, boldogabban élni? Ha van tudásod az ember és az élet működésével, vagy ha nincs tudásod az élet és az ember működésével? Melyikkel haladsz jobban? Mert most az a tudásod, ami eddig volt, megfeneklett. Az ennyi volt, annak az eddig tartott. Március 12-vel, tavaly március 12-vel véget ért az a tudás használata, amit eddig tudtál az életről és az ember működéséről. Az március, tavaly március 12-től kevés, vagy nem vetted észre? Hát ha nem vetted észre, akkor te hülye vagy, erre csak azt tudom mondani. Ugye tudod, mi a hülye? Tudatlan. Buta. Ezt jelenti. Oké. Csak ha azt mondanám, hogy tudatlan vagy, vagy buta vagy, akkor azt nem vennéd annyira magadra. A hülyét azt jobban magukra veszik az emberek. Érdekes mód. Tudod, ne azt talál. Szóval gondold végig. Tehát addig az a tudás, se elboldogultál valahogy. De onnantól nem. Onnantól nem. Vagy onnantól olyan életet élsz, amilyet előtte? Nem hiszem. Tehát nekünk ez az egész, úgy ahogy volt, gyakorlatilag nem változtatott semmit az életünkön. Érted? De a legtöbb embernek változtatott. Tehát ahhoz, hogy az ember, de miért nem változtatott az életünkön? Mert én büszke vagyok arra, hogy nekem nem átlag emberi tudásom van. És nem csak nekem, hanem hála Istennek, ugye a feleségemnek sem. Ennyi. Tehát az átlagnál jóval többet tudunk az életről és az ember működéséről. És ezáltal mi belül jobban tudjuk kezelni, itt belül, bármi történt itt a Földön az elmúlt másfél évben. Érted? Sokkal, mint a legtöbb ember. Tehát amikor bármi történik, ami mondjuk a elmúlt másfél évben történt, arra mindig volt magyarázatom, érted? Mindig. És onnantól kezdve az embernek van valamire magyarázata, akkor nincs örlődés, hogy vajon ez miért van, érted? Nincs.
Persze, nekem is gond lett volna mondjuk 20 évvel ezelőtt. Érted? Csak én akárhogy nézem, ugye pont 20 évvel ezelőtt kezdtem el, illetve most már 21 évvel ezelőtt kezdtem el az emberek fejlesztését ilyen szinten. Tehát akkor hoztam létre egy egyesületet, ami hasonlóképpen kezdett el működni, mint most a Nyílt Akadémia. És ez az egyesület volt is 2008-ig. Ez meg is volt ez az egyesület. Csak azért lett, mint egyesület megszüntetve, mert állandóan összekeverték az egyesületi működést az RT vagy a KFT működésével. Nem az emberek, az állam. Tehát nem az emberek, az állam. Az emberek összekeverték volna, semmi gond, az állam keverte össze. Azt fogtam, ezt megszüntettem. Na most akkor mondom, hogy na most kevergessétek. Megszüntettem, és akkor nem tudták kevergetni. Jó, tehát lényeg az, hogy gondold végig, 21 évvel ezelőtt kezdtem ilyen tanításokba. Persze előtte már elkezdtem, mikor 91-től az emberekkel és az élettel való foglalkozás tudásának a gyarapítását magamban. Tehát 21 év alatt azért nem keveset foglalkoztam azzal, hogy mi hogyan működik, és nem kevésbé, tehát inkább úgy mondanám, hogy sokkal jobban érdekelt ez a téma, hogy hogyan működik az ember, vagy az élet működése, mint egy átlagembert. Sokkal. Mert mondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, jó? Tehát én azért születtem le, hogy veletek együtt megcsináljuk az aranykort. Azért születtem le, hogy mutassam az utat. Érted? Tehát azért. Nem azért, hogy megcsináljam helyettetek. Nem tudom helyettetek. Tehát én nem vagyok megváltó. Önmagad megváltója te vagy. Világos ez? Tehát amikor olyanokról beszélek, hogy ön majd egy megváltó és megoldja az emberek sorsát, az azt jelenti, hogy aki ezt írja, az tudatlan. Ugyanis a megváltó a saját magára vonatkozóan mindenkiben benne van. Tehát saját magaddal kapcsolatban te vagy a megváltó. Világos? Téged nem tud megváltani senki, csak te tudod megváltani magadat. Világos voltam? Tehát amikor azt mondják, majd egy megváltó megváltja az emberiséget, akkor jól mosolygott az egészen. Nincs ilyen. Minden egyes ember megváltó lehet, de csak önmagával kapcsolatban. Világos ez? Én is csak magamat tudom megváltani, más nem. Világos? Persze utat lehet mutatni, meg mintát is lehet mutatni, de csak ennyi. De akkor is a megváltója önmagadnak te vagy. Érthető? És a megváltást mi eredményezte mindig? Tudod mi? A tudásuk azoknak, akik a megváltói szerepbe kerültek. Tehát nézd meg, valamilyen szinten ugye megváltóként beszélnek Buddháról és Jézusról. Oké? De ha megnézed, hány évet tanultak? És hány évet tanítottak? Jó, Buddha többet, Jézus kevesebbet. Mármint évben. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye hány évet tanultak akkor, amikor elkezdték a tudásukat átadni. És nem váltották meg az emberiséget, csak azokat, akik azt a tudást használták. De ők nem ők váltották meg, hanem ők váltották meg magukat. Világos ez? De próbálj már valakit megváltoztatni, aki nem akar megváltoztatni. Csak azért meg a megváltó, meg megváltoztatás. Nem tudom, mennyire, nem tudom, figyeled, de mennyire hasonlít ez a két szó. Tehát te nem tudsz megváltoztatni senkit, aki nem akarja, hogy megváltozzon, és ő fogja magát megváltoztatni. Világos ez? Én nem akarlak téged megváltoztatni. Te fogod magad megváltoztatni, ha akarod nem. Ennyi. De erre tudod, mit tudok mondani?
te dolgod, nem az enyém. Én átadok mindent avval kapcsolatban, hogy mi kell az ember fejlődéséhez, érted? Ennyit tudok tenni. És az lehet tudás, vagy lehet akár tapasztalat, vagy lehet akár segítség. Oké? Át tudom adni. De neked kell változni. Tehát én helyetted nem tudok változni. Én változtatom magamat, én átviszem magamat az aranykorba, de át akarok vinni sok embert az aranykorba. Érted? De én nem tudom nélküled megcsinálni. Tehát gondold végig, nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek? Nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás? Érted? Ahol nem kell feláldozni a szabadságodat a biztonságért. Érted? Közben a biztonság, tudod, honnan fakad? Belülről. Soha nem kívülről. Az van biztonságban, aki biztonságban érzi magát. És a biztonság soha nem külső kérdés. Az mindig belső kérdés. Csak elérték az embereknél, hogy azt higgyék, hogy a biztonság az kívülről fakad. Az nem kívülről fakad. Mindenkiben magában ott van benne. Kérdés az, hogy ki tudja magából hozni. Mert ez minden csak egy gondolat, érted? Mert az egy gondolat, hogy nem vagyok biztonságban, vagy egy másik gondolat, hogy biztonságban vagyok. Érted? És akkor ehhez tudni kell bizonyos dolgokat. Tehát tudni kell, hogy miért vagy biztonságban. Érted? Mert ha nem tudod, hogy miért vagy biztonságban, akkor nem biztos, hogy biztonságban vagy. De ha tudod, hogy miért vagy biztonságban, akkor tudod, hogy biztonságban vagy. És nem azért kell biztonságban lenni, mert mit tudom én, körülveszed magad testőrökkel. Mert az megint külső, az nem belülről fakadó dolog. Érted? Gondold végig. Tehát most csak üzenem ezzel kapcsolatban egy utolsó gondolatként mindenkinek. Arra kell törekedni, hogy aranykor legyen. Mert az emberiség léte függ ettől a kérdéstől. És nem csak az emberiség léte függ ettől a kérdéstől, hanem a bolygó léte függ ettől a kérdéstől. Tehát itt, ha nem lesz aranykor, akkor ezen a bolygón nem lesz túlélő. Oké? Tehát lesznek túlélők, csak nem ezen a bolygón. És te mindent megteszel azért, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Csak úgy kérdezem. Tehát bárki bármit csinálhat az életében. Vajon van annál fontosabb, mint hogy ezen a bolygón aranykor legyen? Gondold végig. És akkor azt is gondold végig, hogy te most pénzt keresel valahogy. Mert azt mondod, hogy hát valamiből meg kell élni, mert hát pénzből él meg az ember. Aha. És mi lenne, hogyha elkezdenél arra törekedni, hogy minél több tanulód legyen? Mert akkor tudnál részesedni a tanulók tandíjából. És ha ezt valaki etikátlannak értékeli, mert ilyenek is vannak, akik ezt etikátlannak értékelik, akkor ugye megkérdezném, hogy ahol most pénzt keresel, amiből élsz, oké, az honnan származik az a jövedelem? Mennyire etikus dolgokból származik? Úgy megkérdezném. Jó? Hány olyan vállalkozást, vagy akár állami szintű elvonást tudnál mondani, ahol a bevételnek
a 75%-át visszaadják azoknak, akik azért tettek, hogy legyen bevétel. Ha te azt gondolod, hogy mondjuk az állam a bevételeinek a 75%-át visszaadja az állampolgárainak, akkor te óriási tévedésben élsz. Vagy bármilyen munkaadó a bevételeinek a 75%-át visszaadja a dolgozóinak, akkor te államvilágban élsz. Márpedig ez nálunk így működik, hogy a bevételeinknek a 75%-a az visszakerül azoknak, akik azért tesznek, hogy az emberek itt tanuljanak. Világos ez? És akkor gondold végig, hogy azt csináljuk, hogy tudást adunk az embereknek. A tudásnál fontosabb dolog nem igazán van. Persze van olyan, hogy levegő. Persze van olyan, hogy étel, tehát legyen az embernek mondjuk ruhája is, nem? Tehát vannak fontos dolgok. Legyen mondjuk fedél a feje fölött. De azután a legfontosabb ezek után, mert ugye ez a létszükséglet. A mai világban tudás nélkül, hát én azt látom, hogy tudás nélküli emberek, még mosolyogni sem nagyon látom őket. Érted? Nem, hogy boldogabb legyenek, boldogok, vagy jól érezzék magukat a bőrükben, hát még mosolyogni sem elfelejtenek. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Tanulj itt nálunk, megéri. Próbáld ki 3 hónapra. 3 hónap. Tehát nem azt mondom, hogy 1 hónapra. 3 hónapra próbáld ki. Ha úgy gondolod, mennyi ez a 3 hónap? Hát gyakorlatilag nincs 40 ezer forint a 3 hónap. Mit veszíthetsz? Hát ezt a 40 ezeret nem, mert a 40 ezer forintért 450 ezer forint értékű, piaci értékű tudást kapsz. Akkor mit veszítesz? Tehát a 3 hónap alatt ilyen típusú képzést 1 hónapra kb. 150 ezer forintért kapnál. Jó? Na most akkor nyersz 450 ezer forintnyi tudást, és ezért fizetsz nem egész 40 ezer forintot. Rossz buli. Gondold végig, rossz buli. Hát ha nagyon rossz bulinak néz ki, akkor neked nincs üzleti érzéked. Ezt tudom mondani. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, menjünk együtt az aranykorba, jó? Minél többen, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Magamról annyit, én természetgyógyászként működtem, és valóban úgy van minden, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja. Amíg az embereket nem tanítjuk meg élni, addig kidobott idő a beteg emberekkel való foglalkozás is, lehet, hogy ez is durvá hangzik az én számból, mint természetgyógyász. Valóban csak időt nyerünk, ugyanis kezeljük, visszaesik, és ezt így fogja folytatni, amíg meg nem halt át. Meg kell tanítani az embereket jól gondolkodni és jól élni, ahhoz, hogy tudjanak minimum tenni önmagukért. És ezért választottam én is ezt a helyet, a tudás miatt. Rengeteg helyen tanultam, 20 éve foglalkozok ilyen dolgokkal. Sehol nem lehet olyan tudást kapni, nem kaptam olyan tudást, amit úgy tudtam volna alkalmazni, hogy mások is megértsék, hogy mit és hogyan kell tenniük. És én csapatot tudtam létrehozni azzal, hogy én szóltam minden jó barátomnak, akik ismertek, mind jöttek velem, sőt mai napig nagy része itt tanul, és az ő életükben is akkora változások történnek, amik sehol máshol. Ezért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert kerestem az utamat, megtanultam nagyon sok dolgot, de nem tudtam úgy alkalmazni, ahogy én szerettem volna, és rám talált a PPH. Így nekem mindent adott, minden életterületemet is sikerült majdnem rendbehozni, de még dolgozunk rajta.
és természetesen Szedlacsik Miklós bármilyen elakadásnál minden tanítványnak segít, időt, erőt, tudást nem kímélve, mindaddig, amíg az a probléma meg nincsen oldva. Úgyhogy én csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy ne csak kipróbálja azt a 3 hónapot, maradjon, mert minden betű úgy van, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja, ő nem mond olyan dolgokat, amit nem úgy tesz, és nem úgy van. 5 éves tapasztalatom. Én is nagyon szépen köszönöm ezt a szimbólas előadást. Sok mindennel elgondolkoztatott. Mit, hogy csináltam az életben, mit nem jól csináltam az életben. Tulajdonképpen én is valamilyen szinten spirituális családban nőttem fel, tehát szüleim foglalkoztak természetgyógyászattól kezdve mindennel, de én is valahogy soha nem éreztem úgy, hogy nekem ez a feladatom a gyógyítás. És hosszabb keresgélés után én is összeakadtam a PPH-val, Szedlacsik Miklóssal, és azóta is itt vagyok, és nagyon buzdítok mindenkit, hogy jöjjön és tartson velünk. Nagyon színvonalas előadások, nagyon jó dolgok. Azt, amit még hozzá tudok tenni, hogy én ezt egyedül kezdtem el. Sokáig úgy éreztem, hogy szinte ezeket mindet tanultam, tudom ez a tudás. Rengeteg tudás bennem van, és az úgy is maradt, hogy bennem volt. Tehát ha nem alkalmazott, tehát akkor csak egy hol tudás marad, alkalmazni kell és gyakorolni kell. Erre egy nagyon jó lehetőség a PPH, nagyon jó társaság, nagyon jó csapat, és nagyon szeretettel hívunk meg mindenkit közénk. Szünet után önismereti 6-os coachképzésünk következik, képzésünk lesz, melyre, ha lehetősége van, akkor szeretettel várunk mindenkit. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vett, megtisztelt minket, és akkor elköszönünk Önöktől. Felhívnám figyelmeket az új tanulóknak, hogy kapcsoljanak át a másik képzésre, mert ezt elég sűrűn el szokták felejteni. Most pedig 25 perc szünet tartunk, utána folytatjuk a coach képzéssel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!